Fénykép vagy emlék, melyik az időtállóbb? Ez a címe egy holnap esti előadásnak, amely során természetfotózásról és a hozzá kapcsolódó történetekről mesél Gál László ökológus, természetfilmes, a Magyar Biológia és Ökológiai Intézet magiszteri hallgatója, és dr. Macali Kunigunda biológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa. Történik mindez a Györkösmányi Albert Emlékház Ember és Természet című kollégiuma keretében. A két előadót, Macali Kunigundát és Gál Lászlót köszöntöm a stúdióban. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szervusz, Anikő, köszönjük a meghívást. Köszönjük a lehetőséget. Hát nagyon érdekesnek ígérkezik ez az előadás, és mindenek előtte elmondanám, hogy Gál Lászlónak a nevével bizonyára nagyon sokan találkoztak. Ökológusként, gombaszakértőként, természetfilmesként, természetfotósként. Én egyszerűen azt mondanám, hogy a természet embere vagy. Bizonyára a Wild Transylvania sorozatodat is ismerik elég sokan. Hát ma a fotóidról beszélgettünk, és talán össze kéne foglalnod nekünk, hogy ez mikor kezdődött, mikor kezdted el a természetfotózást, és hogy miért vált ilyen komoly foglalkozássá számodra. Nos, körülbelül 20 éve, hogy elkezdtem a természetfotózást, és a célom az volt, és a mai napig az, hogy megmutatni az embereknek, hogy mi az, ami körülöttünk él, mi az a másik világ, ami majdnem velünk párhuzamos, és nagyon érdekes, és érdemes lenne odafigyelni rá, és megóvni, megtartani, hogy legyen a következő nemzedékeknek is. És ehhez kellene gondolom bizonyos ismeretek is, és akkor igen. Itt jön közbe a biológus, illetve te magad pontosan. Is ugye erre a szakra iratkoztál, ezt a területet választottad, de Kunigundától azt tudom, hogy sokat dolgoztok együtt is, akkor azt kérdezem, hogy miben áll ez a közös munka? Hát az elmúlt évtizedben elég sokat foglalkoztam tudománynépszerűsítéssel, illetve foglalkozok tudománynépszerűsítéssel, és elsősorban ezen munkáim kapcsán kerültem Lacival munkakapcsolatba is. Nagyon sokszor fotókra van szükségem a különböző élőlényekről, különböző élőhelyekről, információs táblákat helyezünk ki, ahová megint szükségünk van jó minőségi fotókra, és hát a munkánknak egy része így kötődik, hogy ő természetfotósként adja az anyagot, amit mi a tudománynépszerűsítésben használunk, de természetesen ezen kívül is vannak szakmai együttműködések, terepre jártunk, közösen hallgatom volt kollégám. Minőségi képekről beszélsz, és ezek valóban azok, én megkérem a kollégákat, hogyha lehet teljes képernyőn is mutatni azokat a felvételeket, amelyeket kaptunk Lacitól. Nagyon érdekes, mert hogy egyrészt olyan élethűek, tehát hogy látszik, hogy egy olyan ember készíti, aki otthon érzi magát a természetben, másrészt olyan újdonságokat is hordoznak számunkra, akik így kívülről szemléljük a fotókat, hogy rádöbbenünk, hogy mi mindent nem veszünk észre, hogyha kimegyünk a természetben. Mi a titka ezeknek a fotóknak? Vagy amikor kimész, te már tudod, hogy mire készülsz, hogy mit szeretnél fotózni? Vagy hogy születnek meg ezek? Nos, először is az a közelség, az valószínűleg annak tudható be, hogy például a vadakat, azokat nem lesből fotózom, hanem megpróbálom megismerni a szokásukat, viselkedésüket, merre járnak, hol táplálkoznak, hol van a napközben az elfekvésük, és ez az, ami közelebb hoz, tehát úgymond megismerem őket. Lehet, hogy egy-két fotó elkészítéséhez szükségem van egy hónapra is talán. Hogy meglegyen. Hogy visszajársz ugyanarra a helyre. Igen, igen. És a minőség, hát az természetesen a gép, ahogy halad a technika, ezzel is lépést kell tartani. És az érdekességek, meg az újdonságok, az sokat tanultam az egyetemen, és ez segített abban, hogy olyan dolgokra figyeljek fel, amelyeket addig én sem nagyon tudtam. Hogyan látott te biológus szemmel ezt a munkát és a munkájának az eredményét? Igen, érdekes, hogy én két szemmel nézem a dolgokat. Az egyik szemem nekem is egy kicsit fotós is. Én még a digitális világ előtt analóg fotózással valamelyest foglalkoztam. Az elmúlt időben nem igazán van erre időm elmélyülni ebbe a munkába. Úgyhogy azzal a szemmel is nézem, meg a biológus szemével is. És igaziból, ha még megvan az ősi harmadik szemem, akkor még azt is használom. És akkor mondom a másodikat és a harmadikat. Tehát biológusként rengeteg részletet látok én is a Laci fotóimban.
van, tehát gyakorlatilag didaktikailag lehet használni ezeket a fotókat egy-egy fajnak az ismertetésénél, és ezek azok az ismeretek, amiket ő az egyetemen, egy részét az egyetemen sajátított el, amelyeket felhasznál a fotózás során, tehát ha két faj párhuzamban fotózik, akkor azokat el tudjuk különíteni, az elkülönítő bélyegeire is felhívja a figyelmet. És a harmadik szemem az pedig természetesen, hogy azért én is emberből vagyok, szakmán túl, és nem csak a biológiai információs értékét látom ezeknek a fotóknak, vagy akár didaktikai értékét, hanem azt is, hogy megérintenek. Tehát azért a természetfotóknak azért van egy olyan szerepe is, hogy megérintenek, érzelmeket mozgatnak bennünk. Tehát én, mikor egy közeli tájat látok, amit Laci fotózik, akkor bár nem látszanak rajta bizonyos növényfajok, én tudom, hogy azon az élőhely típuson milyen fajok fordulnak elő, és lehet, hogy érzem is az illatukat, vagy akár a havasi méznek az ízét érzem a számban, hogyha egy drónból készült írtásfelvételt látok. Tehát nagyon-nagyon sok minden van ezek mögött, a fotók mögött, és ezek természetesen, ezek a dolgok nem minden nap ugyanaz. Tehát, hogyha egy fotót ma nézek, lehet, hogy teljesen más dolgokat veszek észre, mint hogyha egy más hangulatban, egy másik napon szemlélem őket. Azt mondod, Laci, hogy ismerkedsz, hát most éppen egy medvét látok a háttérben kivetítve, az állatokkal, és hogy hát ez a medve ügy, ez elég komoly ügyé fajult itt nálunk, és ugye a rém történetekről lehetett hallani a legtöbbet, és olvasni a médiából, hogy itt támadt a medve, meg ott támadt a medve, és a te fotóidon szimpatikus medve profilokat látunk. Tehát nem tudom, hogy tudsz oda eljutni, vagy hogy tudod te szépnek látni és kedvesnek a medvéket, és megközelíteni őket egy ilyen hangulatban, mondjuk. Nos igen, a sajtónak megvan az oka minden bizonnyal, hogy miért közöl csak bizonyos típusú történeteket, történéseket, és most ebben nem szeretnék most belemenni. Az, hogy én miért tudom így látni, így megmutatni őket, ez azért van már, hogy tehát több száz medvével volt már dolgom, és még mindig itt vagyok, és nem történt semmi gond velem. Voltak persze különböző úgymond meleghelyzetek, de hogyha elég időt töltök velük, és figyelek rájuk, akkor meg lehet ismerni őket. Nekik is mindegyiknek megvan a külön maga személyisége, a viselkedése, persze, hogy nem fogom olyan helyzetbe zavarni őket, amit nem lehet megúszni büntetlenül. Tehát ehhez is kell tudás, ehhez is kell tájékozottság. Igen, mindenféleképpen is kell egy adag félelem, meg egy adag tisztelet, és hogy tudjam, hogy hol van a helyem a természetben. És ez a gond azokkal a személyekkel, akikkel történnek a úgymond a medve támadások, hogy ezt elfelejtik, és valamilyen módon kiprovokálják mindig ezt. Hát ha a kultúránkból is egy kicsit visszamegyünk, mondtad, hogy milyen aranyosak, akár aranyosaknak is tekinthetőek ezek a macik. Hát azért nézzük meg a népmese világunkat, vagy a meséket. A kisgyerek kicsi korától maciával nő fel, ott van a hóna alatt, vele alszik el, és akkor innen eljutunk oda, hogy a medve egy olyan állat, amitől félni kell, rettegni kell, és csak rosszat tesz az embernek. Tehát valahol akkor velünk van a baj, nem a medvével, vagy... Tehát, hogy nem akarok ebbe a medve konfliktusba bemenni, de azért, ha történetileg végignézzük, hogy a vadállatok végigkísérték az embernek az életét és a fejlődését is, és a rókát megszemélyesítjük, ő ravasz, a medve, a maci az édes, igaz, az esti mese a macival kezdődik, és innen eljutottunk oda, hogy a medve az rettenetes. Na hát ezeken a képeken igazán cukik a medve. Itt jönnek az ellenpéldák valóban. Hát, hogyha a vadállókat lefotózni időbe telik, és nagyon sok türelembe, akkor azt gondolnánk, hogy a növényvilághoz tartozó bármit sokkal könnyebb, kevesebb időbe telik, és nagyon egyszerű. Így van ez? Nos, olyan szempontból igen, tényleg egyszerűbb, hogy nem mennek sehova, és ugyanott megkapom 2-3 nap múlva is. Viszont itt vannak más olyan jellegű bélyegek, amiket meg kell mutatni, amihez másfajta felszerelés kell, nagyon jó fényviszonyok kellenek, mert ugye, hogy fényképezés, benne van a nevében a fény. És ez az, ami adja az életet és a
a minőséget egy képnek. És akkor előfordulhat, hogy egy virág vagy egy gomba kedvéért, már úgy értem, hogy egy jó felvétel kedvéért visszatérsz akár többször is ugyanúgy. Igen, vagy akár felkelek hajnalba, például egy kökölcsint, hogy lelássam fényképezni, azt tudom, hogy egy kép abból van itt. Igen, itt, igen, azt láttuk, hogy a kis szőrszálak, mert azt már megérdeklődtem, hogy a kis szőrszálak. Igen, azok hajnali fényképek, amit fel kell kelni, ki kell menni a hidegben, nem lehet mozogni, meg kell várni, amíg odatálik az idő, amíg feljön annyira a nap, hogy éppen megsüti azt a növényt, és lehet, hogy ez a fénysav csak néhány percig tart. És ha elmulasztom, akkor Akkor nem lesz belőle. Vagy következő év, ha éppen virágzunk. Vagy következő év. Azt hiszem másfél percünk van még a beszélgetésből. Mondjátok el, hogy mivel készültök a holnap esti találkozóra. Hát a holnap esti találkozón elsősorban a természetfotózást olyan szemszögből mutatjuk meg, amire valószínűleg a nézők, hallgatók nem gondolnak, tehát hogy ennek mint szakmának milyen kihívásai vannak. A különböző képek alapján sztorikkal jövünk, és természetesen most mindent nem fogunk elárulni. Hát nem is ez a cél. Úgyhogy ha valaki ezek után kíváncsi arra, hogy mi a szerintem legfontosabb tulajdonság egy természetfotósnak, és Laci abban a szerencsés helyzetben van, hogy ennek birtokában van ennek a tulajdonságnak, az jön el holnap, és az előadás végén megtudja. Igen, a helyszín pedig a Györkösmányi Albert Emlékház. Fél hét, jól emlékszem? Fél 17:30. Hat, jó, ellenőrizni fogjuk, tehát holnap este a Györkösmányi Albert Emlékház. Gál Lászlónak és dr. Macali Kunigundának köszönöm szépen, hogy itt voltak, és visszavárunk benneteket. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a lehetőséget.